Jó estét kívánok! Kun Zsuzsa, a Bóta Café vendége, rengetegen ismerik a klubrádióból. Hát most már gyakran a képe is ott van, mert már ilyen tévérádió is olykor, olykor ez a rádió. Szerintem sokan tudják, hogy hát közgázt végzett, aztán ugye ö, lettek mindenféle üzemi lapos dolgok, amiket ő sokakkal ellentétben még szeretett is. Aztán Közszolgálati Rádió, Danubius Rádió, majd ugye, hát klubrádió, rádió, most már immáron több mint húsz éve azt hiszem, ugye klub délelőtt, szombat délelőtt kemény három órát nyom, általában totálisan élőben és hát hú, de komoly témák, és ugyanakkor a sztori meg a West magazin alapító tagja, úgyhogy bulvár témák, amikor azt mondja, hogy kap hideget, meleget, de azt is lehet jól csinálni, úgyhogy majd erről jól, jól dumálunk. Azt olvasom, és ez rögtön elkezdett izgatni, hogy vegyészmérnöknek készültél, de hamar rájöttél, hogy megutáltad a kémiát a gimnáziumban, de nem a tanár miatt, hanem magad miatt. Ez hogy, hogy magad miatt? Hát szerinted egy, mondjuk egy 12 éves, 14 éves Igen. kislány, aki imádott kotyvasztani, meg néha robban valami, meg színek vannak, azt úgy imádjuk mindenki szerintem, az egy játék. És akkor bekerültem a középiskolába, a kémia tagozatos osztályba, ahol ez lényegesen komolyabbra fordult, véresen komoly lett. Elkezdtek ilyen vegyértékek lenni, mi? meg számolni, rengeteget Számol. számolni, és kiderült, hogy az osztálynak egy jó része valóban vegyészmérnök akar lenni, és egy jó része orvos akar lenni, és orvos és lett, ez nagyon jó, jó mostanság ez az orvos kapcsolat, hogy az osztálytársaim orvosok voltak, vagy orvosok lettek, aztán rájöttem, hogy nem ez az én utam. És én azért ettől függetlenül nagyon jól éreztem magam, mert isteni osztályunk volt a Színjei Merse gimnáziumban. Angelus Sivan járt fölöttem, Fábri Péter Ölje járt a táncos, fölöttem. Táncos, koreográfus. Jó társaság, Haraszti Miklós járt jóval fölöttem, de ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy, hogy 74-ben végeztem, és akkor már ott volt egyfajta ilyen ellenzéki hangulat. Jártunk tüntetni, sose felejtem el az amerikai követségnél írtuk ki a követség falára, hogy le az imperializmussal, nem fogalmunk nem volt, hogy körülbelül mit is szeretnénk, meg Angela Davis mellett tüntettünk, hogy engedjék szabadon, de azt csináltunk, amit akartunk. Meg ráadásul én, én tornáztam, pici hat éves korom óta, és ott erős volt a sport, meg a torna, meg versenyekre jártunk. Tehát egy isteni közeg volt, aztán elfelejtettem a kémiát nagyon gyorsan, mint hogy azt se tudtam, hogy érettség után hova menjek, elmentem az Ibuszhoz dolgozni. Akarod, hogy mondjam? Mondjad, persze. Mert nyugodtan kérdezhetsz. Elő fog fordulni, jó, jó. azt is orra hogy tőled bármit lehet Ez kérdezni, jól ki fogom használni. Ez nem így például. igaz, mert miután én a, ugyanott szoktam ülni, ahol te, és én annyira nem szeretem, ha valaki a, a titkokban él. Tehát én mindig azt gondolom, hogy olyan kevés dolog van, amit, amit muszáj titkolni. Szerintem nem is nagyon létezik olyan. Tehát mindenről lehet beszélni, elmondani. Olyan sok segítőkéz van akkor az ember, ha bajban mondja el, ha meg örül, akkor együtt örülnek vele. Tehát tényleg tőle mindent lehet kérdezni, és állítom, hogy mindenre őszintén is fogok válaszolni. Szóval aztán nem nagyon tudtam, hogy mi legyek, vagy hogy legyek, elmentem az ibuszhoz, meg próbálgattam a szárnyaimat, meg gyereket szültem. Aztán rájöttem, hogy a történelmi és a matematika az, az fekszik nekem. Egyetlen egyetem volt, ahova így lehetett jelentkezni, az a közgáz. Tehát nem akartam én közgazdász lenni, és így csöppentem be a közgázra, de akkor nyugodtan kérdeztem. Hát ott volt a közgáz című lap, ami egy ilyen. Én is dolgoztam egyet. Én az egyetemi lap, annyira egyetemi lapnál dolgoztam, hogy egyetemi lapok volt a neve. Pontosan. És amikor száz éves volt, jól meg is szüntették. Azt nem tudom, közgáz még van. Van, 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 van közgáz. Máshogy az... néz ki online, de van közgáz. Egy jó nevű abszolút, lap volt abszolút. az is. Miket írtál abban? hát ott mindent kellett írni. Írtunk az egyetemistákkal interjút, a, a tanárokkal készítettünk interjút, a neoprimitívről írtunk, amelyik a közgáznak a nagy zenekara volt, akkor voltak különböző klubszórakozások, tehát mindenről lehetett írni. Tulajdonképpen nem volt cenzúra, illetve a főszerkesztő a Farkasinski Edith, akinek a lányát te pontosan jól ismered, mert színésznő lett, rengeteget szinkronizál, Babu ott nőtt föl, tehát ez ilyen nagyon családias légkör és ebből talán kiderül az, hogy, hogy én mindenhol jól érzem magam, mindenhol szeretek dolgozni, ahol valamiféle jó társaság van, jó családi légkör van, ilyen volt a közgazdás szerkesztősége, farkasházi Például ott dolgozott, hát jóval fölöttem ő is, meg kicsivel idősebb, de az is egy nagyon-nagyon jó légkör volt, és ott azért már tudtam, hogy újságíró leszek. Az, hogy rádiós, az nem, de hogy újságíró igen. Arra miből jöttél rá, mert aztán valahol mondod is, hogy arra rá kellett jönnöd, hogy neked a rádió inkább, mint az írás. Hát nem tudtam írni. Nem tudtam írni, azt gondoltam. Ott ezeket az egyetemi cikkeket meg az üzemlapos cikkeket jól megírtam, tehát azzal nem volt gondom, de azok riportok voltak többnyire, meg interjúk. Én azt gondolom, hogy ez nem annyira nehéz, de, de nem. Mit ment. nehéz szerinted? Hát publicisztikát szerintem még nem is nagyon írtam, nem is Aha. próbáltam. Szerintem az nehéz, nem? András Eviván volt ebben nagyon jó. Tehát az, az egy nagyon-nagyon az emelkedett műfaj számomra. Szóval nem nagyon tudtam írni, és meg kellett tanulni. De én, én rádiós voltam. Én rádiós voltam alapvetően, bár végigjártam a ranglétrát, hogy egyetemi lap, akkor a üzemi lapok között, hungárokamion, volántef. Az autazgattál. De is. mennyire? Mennyire? Fölszálltam Bresslitowszba, talán mond ez a név, valamit, ott kötötték a békét, bizony elmentem a sofőrökkel. És tudod, a hungárokamion volt az, hogy a, a szocializmusban beköszöntött a, a, a nyugat és a kapitalizmus. Tehát ezek a sofőrök már egy egész más hangulatot hoztak be. Tehát olyanokról beszéltek, nem csak olyanokat hoztak, most Orkán meg Parkertól, meg mit tudom én, minden, ami nem volt nálunk, hanem egy olyan szabad szellemiséget hoztak be Magyarországra, meg a, a amit egyszerűen faltunk, arról nem beszéltünk. Na látod, az... erre nem gondoltam, hogy sofőrök hozták Magyarországra a szabad szellemiséget. Bizony. Ráadásul az egyetemen nekem is társam... Beszéltek társa... ők nyelveket, vagy csak egyszerűen megtapasztalták, hogy beszéltek. ott más a Nem, az egy nagyon intelligens társaság volt érdekes módon. Nagyon-nagyon, hogy ne beszéltek volna, hát nem tudtak volna érvényesülni. Aha. De még azt akartam mondani, hogy az egyetemen nekem éjfolyam társam volt, a hungarok kamion vezérigazgatójának, akkor még nem voltam kamionos, a fia, Mezei Jancsi, aki viszont a, a Malévnél dolgozott. Ott volt fedélzeti mérnök. Tehát ott is kaptunk egy adagot, hogy mit jelent a szabadság, és mit jelent nyugatra utazni, külföldre utazni. Bár bennem nem volt ilyen vágy. Tehát én úgy voltam vele, hogy nem voltam ilyen nagy forradalmár, már, tehát hogyha nem lehet utazni, akkor nem utazunk, akkor itthon érezzük jól magunkat. Ha három évente lehet, akkor három évente utazunk. Ha csak Jugoszláviába, akkor a Jugoszláv tengerpart, annál szebb a világon szóval nincsen. akkor te akármi van, képes vagy jól érezni magadat? Egyébként igen. Egyébként De igen. ezt csinálod. Én talán egyszer megfogadtam magamnak, hogy soha semmivel nem rontom el a saját kedvemet. Tehát annak semmi értelme nincs, hogy felturbozom magam, de van ilyen típus egyébként. Hanem Na, meg... De a turbozás ez megy magától, ezt nem elhatározza az ember. Tudod, távol tudod tartani magad tőle. Oh, Tehát, hogy? Hát úgy, hogy vagy beleluvalód magad, és forradalmár vagy, és ellenzéki vagy, mindig ellenzéki vagy, és mindig a hibákat keresed. De ez nem, nem vagyok ellenzékinek lenni, hát egy kollega mond valami nagy baromságot, vagy megbánt, és nem akkor megy mondom, föl az agyam. Nem megy föl az agyam, nem azt mondom, hogy nem vitatkozom vele, de ha ha az a vita partalanná válik, akkor legyintek egyet, és azt mondom, hogy le vagy. Ennyi. Minek idegesítsem föl magam? Tehát ha nem jutunk előbbre, akkor sem értelme nincsen. De figyelj, akkor is, mert te mondtad, hogy bármit lehet kérdezni. Bármit. És nem. nem csináltál titkot abból, hogy nagyon beteg volt. Igen. Ö, mert hogy segítesz azzal másoknak, ugye, hogyha, hogyha elmondod, kimondható a betegség neve ugye? De mondjad akkor te inkább. <laughs> non hodgkin lymphoma fogalmam se volt, hogy mi ez, amikor diagnosztizálták. De hát ez a rák egyfajtája, igen, nem? A, igen, igen. De ha beütött, hogy non hodgkin lymphoma a Google-ba, mint hogy én beütöttem, akkor szerinted mit ad ki először? Nem tudom. Antal József. Antal József hoppa. ebbe halt bele. Igen, ebbe hajt halt bele, hát hány évvel ezelőtt, akkor ez még gyógyíthatatlan betegség Na, volt. Ho, szóval, hogy azt akartam kérdezni, hogy akkor is, tehát amikor megtudtad, hogy ez van, amikor nem tudtad, hogy mik a kilátás, amikor benne voltál, akkor is tudtál ki egyensúlyozott, és... Abszolút, és... igen. Azt mondják a barátaim, az ember magáról ezt nehezen mondja, hogy, hogy példaértékű volt, hogy a betegségemet viseltem, és elviseltem, vagy beszéltem róla, és nem is gondolkodtam rajta, hogy erről lehet beszélni, vagy nem, ugyanis az jutott eszembe, hogy dolgoztam, egyik napról a másikra derült ki, hogy, hogy mi bajom van. Ez hogy derült ki? Hát egy nagyon kellemes vacsora volt nálunk a barátainkkal, és így, így csináltam, így megvakartam, és ott négy ilyen hatalmas daganatot találtam a nyakamon. És tudod, hogy az ember rögtön... csak, hogy előző nap még nem volt? Nem vettem észre. Nem tudom, hogy volt-e. Nem tudom, hogy volt-e. És akkor az emberi tulajdonság ezt is tudom, hogy elkezd hárítani kivéve engem. Az összes barátom azt mondta, hogy hát biztos a fogam begyulladt, vagy valami mandula, és valahogy éreztem, hogy ez nem az, akkor elrohantam hirtelenjében valami maszek ultrahangra, aki azt mondta, hogy nem kell ezzel foglalkozni, ez egy jó indulatú ciszta, de nekem akkor még mindig gyanús volt. És na lám-lám a Színyei merse, gimnázium és a sok-sok orvos, Koltai Laci barátom, osztálytársam, ott volt fejnyaksebész sebész orvos, és akkor Ahol bementem az onkológiába. A legfontosabb intézetben, és akkor bementem hozzá, és hát ehhez a Lacit ismerik -e, Isten orvos, és káromkodott egyet. És akkor mondtam neki, ugye baj van. Hát, és akkor megint káromkodott egyet, és akkor tudtam, hogy baj van, de akkor ő kézen fogva végigvezetett engem ez az úton, és pillanatok alatt benne voltam a körforgásban. Ezért szoktam néha adásban is mondani, hogy én az egészségügyre rosszat nem tudok mondani, mert ott az intézetben minden nagyon-nagyon flottul ment, mindenki helyes volt, orvos, ápoló. Tehát ha nagy a baj, akkor valahogy össze, összekapnak az tent, emberek. Ez végigvezetett? Hát úgy, hogy a Laci átvitt egy Schneider Tamás nevű az aki kimondottan ezzel foglalkozik, akkor ő rögtön mondta, hogy ő klubrádió hallgató, tehát itt volt egy jó belépő, és akkor onnantól kezdve rögtön ő átkísért engem az ultrahangra, hogy csinálják meg, és rögtön legyen meg a lelet, mert olyan iszonyatosan gyorsan nőtt a daganat, hogy én szerettem volna egy-két hetet kérni, hogy kicsit felfogjam, hogy miről van szó, de azt mondta, nem, azonnal kell kezdeni a kezelést, és akkor rögtön kezdtük is. Mm -hmm. És akkor hétfőn bevonultam a kórházba, bekötötték a kemoterápiát, és akkor péntek este kikötötték a kemoterápiát, tehát ment öt napon keresztül, igen akkor szombaton én még be tudtam menni dolgozni a rádióba, élőbe. Szombat-vasárnap még úgy, ahogy jól voltam, és akkor hétfő jöttek a rosszul létek egészen vasárnapig, és akkor hétfőtől megint egy kicsit jobb volt. Tehát volt ennek egy ilyen kis színuszgörbé. Le is műtötték? Vagy nem, 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 nem kell? műtötték, nem, nem kell. Ezt nem kellett műteni. Tehát hmm. ez elmúlt magától. És mi lett az élőadásokkal, mert nem nagyon szoktál ismétlést adni, én se szeretem. Akkor mit csináltál? Egyet nem emlékszem. Egyet kivéve, mert nem tudtam, hogy hogy az első kezelések után hogy leszek, azt a Naiman helyettem megcsinálta. Naiman Lábor. <laughs> Igen. Nem. És utána mindegyiket én csináltam, nem volt ismétlés, tehát szombaton bent voltam. Azt őszintén megmondtam, hogy volt, vagy megmondom, volt olyan, hogy nem tudnám megmondani, hogy kik voltak a vendégek, mert csak azon voltam, hogy minél hamarabb legyen vége, és hadd menjek haza, de végig tudtam csinálni, végig tudtam csinálni és utána belehallgattál, hogy Náj, mit csináltál? De, hogy a... nem. nem, nem, nem. Egyébként sem szoktál Nem, mert akkor millió hibát felfedezek, és idegesít. Hát hibátlanul nem lehet élő Miket csinálni. Miket felfedezni magadba a hibát, neveket, amikor csak mégis belehallgat. Neveket elrontok sokszor. Neveket, az, az, az gyakori nálam. Nem tudom, hogy ez ilyen agyis sérülés vagy mi, de az előfordul, igen. Igen, igen. Olyan is van, hogy például a Google-ba valami rosszul jelenik meg, és azt idézem vissza. De én azt gondolom, hogy élő adásban, egy beszélgetésben nincs ezzel nekem bajom, ha valamit rosszul tudok. Hát beszélgessünk, javítsuk egymást. Te se biztos, hogy pontosan jól tudsz mindent róla mondani. Hát, hát, azért, hát azért beszélgetünk. Na figyelj, mondtad, hogy Mázli, hogy ugye orvososztálytársa, de te amúgy is rengeteg dokival beszélsz. Tehát tehát az egyébként ebből is jön? Nem, korábban is volt korábban már is, szerintem. Korábban is. is. Tehát, mm. hogy a, tulajdonképpen mondhatom, hogy azért a kultúra a fő témád, de azon kívül a dokik meg a betegségek azért vannak dosztig. Igen, nem? ebben igazad van. Ez, ez miből jöhet? Ezt nem tudom. Ezt majd a, az előző életemből kellene valami hogy családállítással Viszal vagy benne? valamivel... Nem volt még benne részem. Nem volt még benne részem. Erre is azt szoktam mondani, hogy próbáltam hinni benne, de nem. De nagyon sok barátom elment, amikor baj volt, és hit benne, és magyarázatot kapott az életére. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy eljön az az Már idő. Mint hova ment el a sok hát barát? Elment ö, mindenféle ilyen kezelésekre, meg ezotériára, meg, meg kineziológushoz. Tehát elment ilyen helyekre. És de várjál, ez ügyben, milyen kezelésre lehet menni? Hát ilyen elektromos, nem voltam soha, tehát nem ilyen tudom. Ilyen hogy... elektromos, izé, Én és akkor neki. meg rátesznek, és akkor megmondják, hogy mi voltál az előző életedben. Lehet, hogy most butaságot mondok, mert tudom. Le, na jó. Mondjuk egy konkrét eset, egy barátnőm, aki kineziológusnál járt, és akkor megmondták, hogy előző életében milyen bűnöket követett el, és, és azért vannak most ezek a betegségei, mert, mert az előző életéből hozta, és hogy tulajdonképpen hogy a számlát mindig ki kell fizetnünk, tehát büntetlenül nem lehet semmit megúszni, csak ne erre az életre összpontosítsunk feltétlenül, mert lehet, hogy az előző életünkben semmi. Bebízta-e hinni valamit? Egyelőre nem. nem Egyelőre nem. nem, de azt akartam mondani, hogy, hogy lehet, hogy eljön az embernek egy olyan élete, meg korszaka, amikor nincs más, csak ebbe tud hinni, mint hogy egy-két ismerősöm, aki nem találja a megoldást az életére, és kénytelen ebben hinni, meg különben megáll a tudomány. Aha. Hát te de, de találni szoktad a megoldást az életedre. Hát figyelj, nem? én, én itt az orvosokra visszatérek, Már nem igen. tudom, nem tudom, hogy miért van ez. Egy, egyébként a tudományt azt nagyon tisztelem. Tehát nem véletlenül született meg a, a bolyai díjas tudósokról egy, egy könyvem, egy interjú kötettem a hat bolyai díjas, díjas tudós volt benne, Ámulattal hallgatom, hogy mit tudnak, hogy, hogy, hogy a tudomány hogy száguld előre, hogy az elmúlt 30-40 évben, hogy az orvostudomány mit tett le. Az, hogy, hogy hát régen elmentél a házi orvos bácsihoz, nénihez, és akkor ő diagnosztizált valamit, és hogy most már a fizika, a biológia, a matematika, a kémia nélkül nincsen orvostudomány sem egyszerűen döbbenten állok a tudomány előtt, és valószínűleg van bennem egy kis irítség, hogy én is ezt szeretném csinálni, de nem vagyok rá alkalmas, csak a kíváncsiság van Igen, mondod, bennem. hogy hát neked aztán gőzöd, nincs a lézer fizikához, mondjuk, Igen. azt se tudom én se, hogy mi tulajdonképpen, de oda mész egy ilyen szakemberhez, és jó kikérdezed. Igen, és akkor ha már is pont Vagy a könyvben, hozzá igen, a inkább... volt pont, inkább... meg volt is nálam Roska Tamás, aki sajnos már nem él, és tőle tudta meg, hát lézer, amiről nek az utoljára az Omega koncert, amikor talán először láttam ilyen, ilyen lézer sót a, a kerek évfordulós Omega koncerten a Puskás arénában, de hát, hogy a vietnámi háború után ilyen lézerrel oldották meg, ha jól tudom, a, a művégtagoknak valahogy az előállítását, meg a, a felszerelését a sok-sok háborús sérültnek. Tehát, hogy... Tényleg? Igen, hogy a lézer a gyógyászatban... Mármely, az ember azt mondaná, hogy 3D-vel valahogy... Hát akkor még az nem I volt szerintem. Igen, akkor igen. még nem volt. Tehát azért az 50-es, 60-as évekről beszélünk. Jó, de hát arról már, lehet hallani, hogy lézerrel műtenek Hát hogy hogyne, Meg most van a, a robotsebészet, biztos arról igen. is ha azt hallottál, hogy bárhol lehetsz, ezt én még nem néztem meg, csak olvastam, hogy nyugodtan itt ülhetek, és ha sebész professzor vagyok, akkor Amerikában ezzel a robottal megoperálhatok egy beteget ilyen távolból. Erre mondta valaki egyszer, egy nagyon okos ember, hogy a tudomány száguld, sajnos az emberi intelligencia és az érzelem ezt nem tudja követni, ezt a, ezt a tudományos fejlődést. És ezért történik olyan sok-sok rossz dolog is a világban. Nem vagyunk elég intelligensek ehhez a tudományhoz. De te, neked van valami akadémiai diád Van, igen. Valami, igen. De az, az mi? Pontosan? A Magyar Tudományos Akadémia újságíróknak járó diát, akik, akik segítették, akik közreműködtek a tudomány terjesztésében. És ez így van. És igyekszel. akkor rögtön volt, aki poénkodott is, hogy na azért az nagy szám, hogy tessék a bulvár újságíró, aki best meg story magazin, az kap egy akadémiai díjat, és akkor na, ez hogy van? Egyébként hogy van ez a kettő benned? Tökéletesen. Ugyanazt csinálom a bestben meg a sztoriban, amit csinálok mindenhol, amikor hát interjút készítek. ugyanabban a stílusban. De, de azért, ugyanabban. Mert... Most, hogyha meghallgatod a best podcastokat, mert most ott is elindult már negyedik, ötödik éve, Ugyanazokat a kérdéseket teszem fel, ugyanazokat a kérdéseket, és én soha nem értem. Turpisságokba nem megyek bele, tehát balhékba nem megyek bele, az nem az én világom, de ezt a főszerkesztő pontosan de tudja. Nem várják el? Nem, nem várják el, nem várják el. Ö, szóval, hogy nincs, az én ugye egyszer dolgoztam, illetve az egy ideig tartott, nem voltam ott állásban, akkor épp a népszabadságnál voltam de a Népszabadságnál, ahol meg csúnyán néztek rám, ezen ugye a Reform című bulvárlap, ami hát Hol van ez az az ahhoz képest? Tekint, tekinthető az első, első bulvárlapnak, ha bár sokan mondták, hogy az esti hírlap kicsit bulváros, de hát ugye a mostani bulvárlapok azok végképp rámennek a szenzikre. És leadtam az első cikkemen. Békés Csaba, új színházigazgató, Tasnádi Márton. És mondjuk azt írtam, hogy tornát hirdet a színészeknek. Akkor megjelent az, hogy tornát erőltet a színészekre. Tehát, hogy megnyomták a jelzőket a izék, és lett valami állati hangzatos címe. Egyébként ott egy szerkesztőnél ki is volt írva nagy taceparóval a falára, hogy címmel ne is próbálkozz. Azt ő át, garantáltan átírta. És akkor én egy ideig, és azt engedték, Szépen mindig bementem, amikor korrektúra Senki nem vállalta magára, hogy kicsináltam, felhívtam a szerkesztőt, hogy üvöltöttem a telefonba, hogy mégis mit képzelnek. És akkor visszajavítgattam ezeket, és ezt egy ideig és és aztán volt egy pont, ahol hát csak törésre került a dolog, mert nem volt. Ott az ember tudomásul vette, hogy nyilván nem a X alternatív színházról írok, hanem a Madács Science musical -éről. ennyit az ember fölfog. Ugye? Igen. Szóval ö, én megkapom, visszakapom a szerkesztőtől a cikket, címmel, alcímmel, képalányással, mindennel. Én megnézem, van akinek átküldöm, hogy nézzen rá, pillancsol rá, mert senkivel nem akarok haragot. Nehogy valami félreértés legyen, és utána az megy nyomdába, amit ő is látott, én is láttam, én is jóvá hagytam, és nincs semmi turpisság benne. Hogy kerültél -e ezekhez egyáltalán? Egy olyan nevet fogok kimondani, aminek nem fogsz örülni, Ómolnár Miklós. Ó, Molnár Miklós. Miért hát, nem fogok én annak örülni? Hát, mert én is örülök neki. Nekem Miklós nagyon nagy barátom volt. 40 évig dolgoztunk együtt. Aztán amit látok, hogy ír, meg csinál, az nem teljesen mm -hmm. szimpatikus nekem. Jó pár éven nem is beszéltünk, SMS-eztünk. Nehezen engedtem őt el, meg nem is engedtem el, mert tényleg hát együtt nyaraltunk, együtt aludtunk, együtt mindent, együtt szilvesztereztünk 20 éven keresztül. Tehát azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó barátok voltunk ez a nyomorult politika azért beleszól nem csak az emberek, a családok életébe. Szóval akkor Danubius rádiósok voltunk, és a Miklóst felkérték, hogy az ifjúsági magazin főszerkesztője legyen. Akkor még ez a Szabó Gyuri félet, hát nem tudom, egy ifjúsági lapkiadó volt még akkor, vagy már szanoma volt, szerintem lehet, hogy már szanoma volt, és már nem magyar tulajdon volt. És akkor ő megcsinálta, ő átvette az ifjúsági magazint, de még ott volt a Danubius rádióban és akkor utána 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 jött az ötlet hogy legyen story magazin ezt hozták Hollandiából a, a licenzt, és akkor mondta hogy menjünk oda át ketten voltunk, nem, hárman, ő volt ott, meg még ketten újságírók. És akkor én mondtam, hogy ez biztos, hogy Magyarországon nem él meg egy ilyen bulvárlap. Megnéztem az összes addig megjelent sztárokról, sztárok? Nem is voltak sztárok, színészekről, zenészekről szóló cikket. Mindegyik az volt, hogy mik a szerep álmai, meg milyen jól sikerült egy előadás, meg milyen nagyszerűen játszott. És én mondtam sem hogy kérdezem én azt meg, hogy mi van a gyerekeiddel, meg sikerült a házasságon. Az a, a, szak, a akkor még fér nem, bele. Kevítség, nem? Igen, és akkor még ezek a kérdések ne. Annyira idegenek voltak, hogy hogy egyszerűen elképzelni nem tudtuk, hogy erre bárki válaszol, tehát bármit a magánéletéről. És azt tapasztaltuk, hogy szeretnek erről beszélni, mint hogy, hogy a privát életedben is, ha találkozol valakivel, mindig azt szoktam példának, nem az az első kérdésed, hogy hogy vagy, hogy vannak a gyerekeid, a családod, voltál-e nyaralni, mit olvastál, tehát ezek olyan végtelenül egyszerű kérdések. Az irodalomnak a jó része is erről szól. Hát éppen a Karintit olvasol, akkor hát, mi mindent leírt a szerelmi életéről, meg a mindenféléről. Vagy Móri Zsigmond mondjuk például. Vagy Móri Zsigmond, és akkor itt ez ilyen kicsit megköpködni való íromány volt. De hát én nem hiszem, hogy ez a megköpködni való, az a megköpködni való, amikor vérben tocsogó, amikor, amikor, hazugság, Igen. amikor kiteszik egy baleset véres netán gyereket elütött autó, ugye ilyen is volt cím, címlapra, amikor iszonytatóan hangzatos, tehát, hogy és amikor nagyon a... Tehát, hogy mondjam, direkt csinálják a botrányt meg a balhét. Ez, az nem hiszem, hogyha valaki szépen beszél a magánéletéről, az, az ciki. Szerintem se. Az, hogy eldurvult, eldurvult bizonyos újságok, napilapok, ez való igaz. De az, az hogyha megnézed a címeket. Hát na címek borzasztóak, mert, mert semmi hát máson mondom. nem szól, csak ahogy kattintsál oda. De hát ehhez nincs közöm. Ehhez nincs közöm. Én azt gondolom, hogy ahol dolgozok, meg amit én csinálok, az abszolút vállalható. Ha nem lenne, akkor nem csinálnám. Nem állnának szóba velem ezek az emberek. Nem akartál volna, hogy úgy mondjam, komoly újságba dolgozni? Szóval ez. Na. Én ezt szeretem csinálni. Tehát, Én össze. ezt nagyon szeretem csinálni. Nagyon szeretem, és mit hívsz te komoly újságnak? Ugyanezeket az interjúkat... Te nem volna mondjuk népszavával 168 órával... Ugyanezt mint. csinálnám. Ugyanezt csinálnám. Ugyanezeket az interjúkat csinálnám. Nem tudom, hogy olvastál-e mondjuk be ezt interjút tőlem, de... Ugyanezeket. Olvastam, hát ugyanezeket felkészülésben ezeket. van, Most mondok egy példát a Grillus dorkával, most csak hirtelen az utolsó jutott eszembe. A, az Nem üveg... Még volt itt egyébként. Na látod, beszélgettünk az üvegfal című darabról, meg a könyvről, meg Ugyanezt csinálom bárhol máshol. Tehát én nem fordulok ki magamból azért, mert, mert, mert máshova. Jó, de hát az üvegfal az olyan, ami, ha úgy tetszik, beleillik egy ilyen témán, mert hát a házasságon belül is zaklatás. Na most abban a pillanatban, hogy zaklatás, az hú, az már nagyon jó, nem? Igen, és akkor is csak a könyvről beszéltünk, nem a dorkaféle, mert náluk nincs ilyen zaklatás. Nem nincs, persze, persze. Persze, azért mondom, de hát minden beleillik, vagy bele, bele lehet illeszteni, minden témát. Aha. Szóval ezt a -e változatlanul. Van-e különbség a két lap között? Szerintem. Úgy indult ez, Hajdan, hogy az egyik a, az érettségizetteknek szól, a Story. Úgy hívtuk őket, hogy Marika talán, Marikáknak. A, a Best az a, az a diplomával rendelkezőknek szól, őket már nem emlékszem, hogy hívtuk. De Tényleg? Igen, ennyire? Igen, és ez volt az eredeti kutatás, meg az eredeti elképzelés, de nincs különbség, nincs különbség. És, ne, és tényleg van, tehát, hogy ezt rendesen egyetemi végzettek. Ezt most egyébként azért kérdezem, mert magamtól én nem, és nem, szerintem nincs bennem semmi ilyen izé. De magamtól nem veszek egy sztorit, vagy egy Ha a fodrásznál Akkor ülök, elogasom. és várni kell, és ott van, egyre kevésbé van ott, mert mert nem rendelik már meg, mint régebben szokás volt. Tehát most tegnap voltam fogorvosnál, régebben voltak ilyen lapok, most már nem voltak ilyen lapok. Tehát nyilván ott is sporolnak meg, nem tudom hogy mi, akkor az ember belenéz, és egyébként tényleg érdekes. Meg be, amikor ebből a műsorból betesznek. Beizony, hányszor ö, szemléznek ebből betesz, a műsorban? Be, betesznek idézetet, pláne, ha még oda teszik a klikket is. Az nagyon növeli, és az, az nekem nagyon jó, tehát ezen semmi vitatnivalóm nincs, De én se ítélem el csak nem, tehát nem lett a része az életemnek ez Egyébként a érdekes, hogy kinek, kinek, miért lesz a része. Most pont a rangos katékkal, és szerintem nem haragszik, ha őt említem. Ő is csináltam, volt itt ki nem volt. <laughs> csináltam a bestbe egy anyagot, az egy legendás barátság az ővé meg a Friderikuszé. 50 valahány éve tart. Csak itt megkérdeztem, hogy van a kedveről a barátságról mesélni, és volt kedve, és nagyon-nagyon kedves dolgokat mesélt el. Friderikus is örült neki, ami nem egy, egy elhanyagolható szempont, mondván, hogy a Kati biztos nem fog róla rosszakat mondani, nem is mondott. És akkor Katitól kérdeztem, hogy egyébként te ismered, olvastad ezt az újságot, és hogy kinek milyen motivációi vannak. Igen, mert a szülei olvasták, a szülei meghaltak, és neki megmaradt az örökségül, hogy akkor ő is olvassa ezt az újságot. Meg neki egyébként volt egy műsor, amit eszembe. A... Szilvivel, meg a, a Szegvárival de nem, nem az, szerintem neki egyedül volt ez a érdekes, de nem fontos, vagy valami ilyen típusú műsor, amiben hát ez meg passzol. Akkor szereti az ilyen dolgokat. De egyébként Ungvári Tamásra emlékszem, mikor megjött Amerikából anno, szegény már nem él, és a bulvár került szóba, és hát Amerikában tanították a bulvárt, tehát ott azért ennek Te lényegesen. Ez nem szó, hát Molnár Ferenc is bulvár. Pontosan. Meg, pontosan. meg, meg, meg izé, mert hát emlékszem, amikor a Kurir indult, akkor arról volt szó, hogy az lesz a Szeriőlsz bulvár, és hát olyan nagyság, mint Kardos G. György. Hát hogyne, micsoda író volt, és ö, dolgozott. dolgozott dolgozott ugye, ugye oda, de hát olyan jó, most lett Prima decemberben a Nógrádi Gábor a rádióban éppen most volt nálam. A Nógrádi a Best is, Bestben rovatvezető volt. Azt nem tudtam. Bizonyán, és képzeld el, hogy én akkor őt nem ismertem, oda került, és csak annyit hallottam, hogy állandóan óriási nagy opera árják hangzanak innen-onnan. A Gábor úgy dolgozott, vagy a Gergő úgy dolgozott, bocsánat, Gábor az apukája. De hogy... én most a Gáborról beszélek. A Gábor, Gábor jutott a a volt. A Gábor Kurit volt, Gergő Best volt. Gergő a Kántor azóta, kantor, meg és hát ír is. Igen, gyerekkönyveket, meg mindenféle. É. Bocsánat, a Gergő igen. volt igen. a bezben és akkor ott már örökké énekelt, igen. Úgy írta a cikket, hogy tele énekelt az egész szerkesztőség és szobát. Isteni hangja van, igen. A Frankele zsinagógának a, a kantor. Kántor, Nem a rabbi. De talán a rabbi képzőt nem a ver, Azt nem tudom, a Verő Tamás igen, a rabbi, de igen. A, a, a igen, a, igen, a, igen. A, ő, a, ő a kantor, vagy fő, fő kántor, vagy főkántor, de főkántor uh -huh, fő, uh -huh. fő e, dolog. Na, és aztán tulajdonképpen... E, az is szokott érdekelni téged, ha valaki hú, de öreg, és még dolgozik. Ilyen könyved is van. Igen. De, de érzem is, hogy te... Gerontófél Va... vagyok. Na, ezt így nem <laughs> tudtam arra értelme megfogalmazni. De, de. Igen? De, én szeretném. Mert hát figyelj, egyszerűen amiket ők mesélnek, ezt a sírba viszik magukkal, ha nem mesélik ki. Egyébként most volt nagyon édes hétvégén a Szücs Miklós volt bent nálam. A A festőművész. Festő? És én nagyon-nagyon szeretem őt is, meg amit csinál, azt is szeretem, és beteg a elég Még eléggé absztrakt. Igen, de nagyon szeretem. 13 éve eléggé beteg a Miklós és azt mondja, hogy amikor jöttem idefele, azon gondolkodtam, hogy vigyáznom kell, hogy mit mondok, mert ha meghalok, ezt a beszélgetést fogod megismételni. Mert hogy mindig meg, tehát ha valaki meghal, akkor mindig megismételed Igen, vele Igen, a beszélgetést. Igen, ez így van. Így én van. általában nekrologot írok, tehát plusz munkám van benne. <laughs> Te meg is megismétled, de jó is az ilyenkor egyébként. Én szeretem tehát, hallgatni. hogy az ember, ember tényleg egy kicsit visszaemlékezik. Igen. arra, aki... Szóval szeretem a Most az volt időseket. talán kettő is volt. Hát Mécsimre, Mécs meg be. a Gazsi Gáspár Miklós. Igen, 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 mind a kettő volt, igen. És hát látod, ez is olyan, hogy, hogy hát készültem, hogy Gazi a, gazivala megismétlem az interjút, közben meghalt Mécsimre, és akkor Aki a kettőt, meg decemberben még nálad volt, nálam, a Magyar Fruzsinával, a feleségével, akit És akkor és meg a Nem volt. Nem hívtam föl a családot, mert. Na látod, ennyire nem, hogy, hogy nem szeretném fölhívni, hogy most hogy halt meg, vagy mi volt, mert hát ilyen szempontból én, én se soha ilyen nem, szempontból írok. A, a írtam, hogy nagyon-nagyon szerettem az édesapját, nagyon-nagyon sajnálom, mert az Imrét ismertem most már szerintem 30 éve, még házi bulin is voltak nálunk úgy otthon, hogy a Fruzsival, meg még a pici Anna lányukkal voltak ott, egy nagy társaságban voltunk, és meghívtuk őket, és mindenki rajongással hallgatta az Imrét, Imre meg mesélt, mesélt, mesélt halálosan, élvezte, hogy őt úgy körbe Hát Olyanokat tud, meg olyanokat tudott, ami, ami kevésem. Igen, te azt mondod, hogy a riportalanyad egy jó része az tulajdonképpen nem csak alany, hanem beépül a, az életedbe. Ez pontosan így van. Mondok egy példát, hogy mennyire beépül, még akit nem ismerek. Emlékszel -e a Vári Karcsira? Most így nincs meg. Ő a József Attila színházban volt, meg ki tudja, hogy még hol. Én úgy találtam meg évekkel ezelőtt, hogy egy erdőben lakott a Pilisben, sátorban, senki nem tudta, hogy hajléktalan, akkor még a Budapesti Kamara Színházba felöltözött szépen, és oda beült, és ott kávézgatott, de senki nem tudta, hogy hajléktalan, nem volt munkája, és valahogy így ráakadtam, és akkor behívtam őt egy de beszélgetésre. Hogy -e valahogy. Valahol egy pici cikket olvastam, Aha. és akkor bejött, akkor hosszan beszélgettünk, és akkor kitaláltam, hogy akkor én van egy nagyon jó darabja, most Kecskeméten játszik, most már jó pár éve, a Bohóc az a címe, fantasztikusan, egy monodráma. És De akkor, ez nem az, amit az Epres Attila nem, játszott, nem, mert ő is játszott nem, egy ilyen, nem. és pont Kecskeméten. Aha, egyébként. Nem, nem. És akkor kitaláltam, hogy hát nálunk sok buli van otthon a, a házban, hogy egy olyan húsz fő kényelmesen befér nálunk, úgyhogy le tudunk ülni. A karcsi ezt előadja, én úgyis van buli, én beszedek egy kis pénzt, azt a karcsinak odadom, és akkor utána nagy evés, ivás, meg mindenféle barátkozás. És nagyon jól sikerült, a karcsi örült kapott, mit tudom egy 20-30 ezer forintot, Életemben akkor láttam másodszor, de akkor ott aludt nálunk, ott reggelizett nálunk, ott élt nálunk egy pár napot, aztán hazament, aztán még egyszer volt, még egy ilyen előadást csináltunk. Tehát ennyire, ennyire beépült. És tudod, nekem eszembe jut néha, amit még Varga Magda mesélt, Cserhalminak az édesanyja. Az úgy bennem él, debreceniek voltak, és a Magda mesélte, hogy ők nagyon szegények voltak, és ő egyszer elhatározta, hogy ha egyszer neki lakása lesz, akkor bárki bekopog hozzá, biztos, hogy kap egy tálételt, és, és ott aludhat, és kap egy ágyat, ahol kipihenje magát. És ez mindig bennem van. Látod, így beépülnek a, a beszélgetőtársak az életemben, mint ahogy most utoljára Molnár Piroskával beszélgettem, a Jaj Nagyi kapcsán, és ő meséltem... A belvárosi de még nyári bemutató igen. volt. És pont azt kérdeztem tőle, hogy nem sajnálja, hogy ő nem lehet nagymama. És akkor mondta, hogy nem, mert neki tulajdonképpen szinte vannak unokái, van a lakásának egy része, ahol befogadott egy kislányt, ott lakik, meg van még egy szoba, ahova beesők, akik vidéki színész lányok jönnek, akkor ott lakhatnak nála, és ott élnek nála. És ez annyira megható, tudod, hogy, hogy amikor, a, amikor az idősek panaszkodnak, hogy magányosak, meg egyedül vannak, meg senki nem nyitja rájuk az ajtót, ilyenkor megszoktam kérdezni, hogy mit tesz az idős? Hát Piroska sokat tesz érte. Hát egyébként sem magányos, ma annyi dolgozik, hogy követhetetlen, de de még otthon is gondoskodik, hogy ne legyen magányos. Na, de akkor beszéljünk arról, hogy a férjed sem áll oly távol. A, a kortól? Hát sem a szakmákos, sem az Nem. Frank kíván, ugye? Én őt úgy ismertem meg, hogy, nem tudom, Bányai Gyuri nevem mondja -e valamit, ő is újságíró, mi együtt jártunk újságíró iskolába és Sehol nem volt az Iván még az életemben, meg én is az övében. Akkor mindig azt mondta, hogy higgye el, hogy minket a jó Isten is egymásnak teremtett. Mondta, ez bányai, mondta György. ez bányai György, aki Ezt mind mondta. a kettőnket ismert. És mondta külön. is, hogy miért? Mondtam, mondta, Mi, hogy két, miért, két miért? jó ember, két érző jó ember, hasonló, nagyon, nagyon romantikus volt. És akkor mondom, jó, akkor egyszer kipróbáljuk, hogy hogy, hogy néz ez egy két magamnak egy nagyon rikító citromsárga ruhát. Mert akkor... hogy te varsz magadnak cuccokat? Hát az enyhe túlzás, az anyukám az női szabó kisiparos volt, egy, együtt laktunk már, mint majdnem veled együtt a Vörösmart utcában, én ott nőttem fel, te is ott nőttél fel, és ott lakott az anyu. Sőt, egy háznyira. Egy háznyira, igen. És hát én nem tanultam van de én nagyon-nagyon anyás voltam, és szerintem az egész gyerekkoromat a varrógépen töltöttem. Ott ültem és néztem, hogy ő mit csinál, meg amikor jöttek a az lányok, asszonyok próbálni, akkor ott sertepert értem, és azért olyan megtanultam valamennyit. Teljesen gyorsan. És akkor gyorsan kiszabtam, megvartam magamnak a sárga kis gyönyörű ruhát. És De akkor ez direkt erre az, direkt első erre randira. az alkalomra. És direkt... Nem volt randi, nem volt randi. A Gyuri azt mondta, hogy bevisz engem, akkor az Iván a stafétának volt a, a főszerkesztő helyettes, hogy bevisz engem, hogy legalább pillantsunk egymásra. Na most el tudod képzelni, hogy labzárt akkor, hogy pillant egy szerkesztő, egy éppen bekallódó sárga ruhás az, lányra. Az fontos volt, hogy rikító, és hogy egy vadi új ruhában Hát hogy egy nő jelenjen meg valahol. De akkor, akkor, akkor valahonnan már érezted, hogy ez lehet, hogy fontos? Vagy, hát fontos vagy... volt, mert magányos voltam, akkor éppen elhagytak. Hát szomorú voltam, persze, hogy fontos volt. És akkor bementem, és az imán rám se nézett. Rohangászott, mert éppen a kéziratokkal nem volt valami rendben és akkor mondtam a Gyurinak, hogy hát úgy néz ki, hogy ez nem jött össze, nem akadt meg rajtam a szeme. Aztán volt a, ennek a bányai Gyurinak egy ilyen lakásszentelője, ahol meg már az Iván se volt ez együtt azzal a lányjal, akivel együtt volt, és éppen mentek nyaralni a lányával, meg egy nagyobb társasággal, és kérdezte, hogy nincs-e kedvem elmenni. És akkor én magam azt de gondoltam. De várjál, így indított első mondat, hogy nincs-e kedved elmenni. Ott vagy ültünk hogy... egy asztalnál, és beszélgettünk egész este. Persze, hát Aha. van egy hely a kocsiban, nincs kedved, de jön, de elmegyek. Hát gondoltam, az ördöggel is elmegyek, csak ne kelljen itthon szomorkodnom. Elmentünk, és Isten ilyen sikerült a nyaralás, aztán már úgy jöttünk haza, hogy egy pár voltunk. Nagyon romantikus. nagyon romantikus, igen, nagyon romantikus. Meg megkérdezt, a... hogy mikor volt, mert körülbelül tudom, hogy 98-ban azt tudom, hogy a rendszerváltást már együtt csináltuk végig, együtt voltunk, mikor kikiáltatták a köztársaságot, akkor sokáig nem házasodtunk össze, mert bőven meg volt a lányunk, a Zsófi, nem szabad kiejteni a nevét, azt mondta, róla soha ne beszéljek sehol. Nem, miért? Hát mert ő egy önálló személyiség, ne fecsegjek róla mindenféle. Na jó, de meg megvolt, és akkor még nem voltunk férjfeleség, aztán ő már iskolás volt, mikor összeházasodtunk. Az akkor miért volt fontos, hogy akkor már, tehát ha eddig nem, akkor... Ö... A, úgy emlékszem, hogy a, a, a lányomat elkezdték a nagyobb testvérei talán cukkolni, hogy nem házasok a szülei, és akkor úgy döntöttünk, hogy ne tegyük őt ki ilyen, ilyen nehézségeknek. A nagyobb ]nek. testvérei az a férj innen Igen, innen-onnan. Tehát innen onnan. Innen Ivánnak onnan. is van egy lánya, nekem is van egy fiam az előző házasságból, és akkor valahogy ez szóba került, nem is cukolták, csak szóba került, hogy nem vagyunk házasok, aztán nem tudom, hogy ez egy gyereknek mekkora törés az életében, hogy most mekkora vagy akkor volt, de hát mondom, ezen nem új ég. De neked fontos nekem volt végül? Nem, nekem, nem tudom megmondani, hogy mikor volt az esküvőnk. Oda szaladtunk, én elkéstem, mert pont a Presser Picinek volt egy lemezbemutatója, és még az Aliz valamelyik éttermében volt, és ott elbeszélgettük a, 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 az időt. Az Aliz ugye az... Ott Az az, a, a, az, az egyrészt... Fogalom, le, igen. fogalom, leginkább a remíz Igen, című, de volt neki korábban a harmadik kerületben. Ami egy ilyen művésztanya, igen, igen. nem tudom a nevét, de ott a nevét. is voltam és én És ott én volt is. a, a, pici, a vagy pici bácsinak a lemezbemutatója, mutatója, és ott nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és elfeledkeztem róla, hogy az ez. a férje viszont... A fater az meg az apostol együttes. A vezetője, a igen, igen. Úgyhogy ezért kerülhettek a presszel, igen igen. igen, igen. Na, és akkor onnan rohantam, és kicsit elkéstem, és két tanúval gyorsan beszéltem. Te elkéstél a saját eskörről. El, el, elkéstem, igen, igen. Azt mondta az iván hogy még öt percet várt volna, ha nem érek oda, akkor a fotós lány volt, a Stein Gabi volt a fotósunk, a barátnőm, akkor őt veszi el feleségül, és nem engem, igen? és mondtam, hogy neked mindegy. Szóval tulajdonképpen mindegy. Ő is Aha. helyes lány nem volt, én egyszer volt, én voltam tanul ilyen két, 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 két tanúson, és hát már ott eleve úgy vállaltam, hogy akkor vállalom, ha elrölkhetem magam, a mennyasszony tanúja voltam, mondtam, hogy ez természetes, de aztán örökte el magát, mert hát sok meg, tehát ugye egy osztrákot vett el feleségül, osztrák-magyart, és akkor az nagyon nagy tortúra volt, tehát már elegük volt mindenből. És hát már eleve ott indul, hogy beadták ugyanúgy azt a nagynászindulót, amire úgy vonulni kell, és akkor bejön a násznép. Most bevonultunk négyen, ugye a, 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 na, a nagyszaváson nászindulóra, hát az már önmagában olyan, és utána jött az anyakönyvvezető sablon szövege, akit megkértek, hogy de ne, ne cifrázza, adja, de hát nem bírtak aki már hivatást tudott, ugye de hát közhelyek tömkelege. Egyébként életem egyik legjobb riportja volt, amikor az oktogonon beültem a házasság között, kötőterem, és végigültem egy teljes szombatot. az összes Azt képzel, esküvőt végig? A hát 12 esküvőt, amit egy nő csinált végig, és érzékeltő volt, hogy van összvisz háromféle szövege, és, és hát, hogy a futószalak, hogy már kint állnak, ugye, akik a következőt, akarják abszolválni, és már alig várják, hogy ki. Tehát olyan, mint a folytatólagos mozi, ne, hogy fél órákra be van, hogy ez Szörnyű. Igen. Nem is voltam hajlandó bemenni a házasság be, amikor én házasok. Mit te megnősültél? De hát én egyszer Ezt azért én, voltam. Nem én egyszer azért voltam És ki volt a kedves egyszer, Gálágnesnek. Gálágnesnek. És hitel, meddig bírtad? És a, ez pár év azért volt. Gálágnesnek hívták, és a Még Kapolcson a Művészetek Völgyében szabad ég alatt Na, az úgy szép. Azt mondta Márta István, hogy úgy adja ingyen a helyet, hogyha be is be is írta a programba, hogy Gál Ágnes és Bóta Gábor nyilvánosan meghirdetett zárt körű esküvője. Nem volt zátkörű, mert ott volt a nyílt színen a Csigaház nevű helyen. Két órás kultúrmosor, Pogány konferált, Bíró Eszter Eléneket két nyúzik számot és a másodikra vonultunk ki, és hát Ezért már érdemes na. volt. Ez nagyon jó. Ezt Jól hangzik. Esküvő szervezőnek kéne menned, és ezt néhány embernek megcsinálni, ez nagyon jó. És nem jó. fél óra volt. Igen, na így, így van értelme. Mint hogy nincs értelme az esküvők után ennek a hatalmas, többmilliós költségvetésnek sem, hogy, hogy utána lakodalom nem tudom, tervői nem szörnyű dolgokat látok, tehát a pazarlásnak a magas fokát mélységesen nem tetszik, de hát hálissza. És ugyanez sajnos temetésekben is. Ez így van, ez így van. Na, mi foglalt? Mondható, hogy van neked most az orvosin kívül a kultúránk, van neked valami témád? V ö, vagy nem hiány? Tehát nem akartál úgy mondjuk, mint én belástam azért csak magam a színházba és talán egy kicsit többet konyitok hozzá, mint egy tök. Sokkal többet, mindenkinél többet. Ó, hu -hu. hallgatom a, a Gál a, a színházi, nem is kritikák, beszámolói, nagyon szeretem, hogy nem, nem szít senkit. Ez például nekem látod Azért nagyon előfordul. Jó, ritkán előfordul, már nagyon rossznak kell valaminek lenni, mert azt látom benned, hogy tiszteled a munkát, meg a lelkesedést, tehát, hogy igen, a zömébe akkor cseszek le valamit, ha azt érzem, hogy ez oda van hányra. Igen, igen, igen. Tehát, igen. hogyha kísérlet van, és kipróbálnak valamit, és az nem jön össze a kísérletbe, Benefél. benne, abba benne van, hogy az nem biztos, hogy sikerül. Igen. Akkor nem, igen, akkor nem igen. szoktam. Na. Szóval, hogy te ilyenre nem vágytál, hogy valamibe így... Nem vagyok kicsit? ilyen típus. Nem, nem, vagyok ez a típus. Nagyon-nagyon sok minden érdekel ahhoz, hogy, hogy egy dologba beássam magam, inkább sok, sok mindenbe egy kicsit, vagy annál egy kicsit jobban. És ezt nem érzed olykor, hogy ez akár lehet felszínes is? Hát lehet, hogy felszínes, de... de most megint a rangos jut eszembe, és a rangos Friderikus párbesz, Friderikus párbeszéd hogy, a Friderikus soha nem hibázik. Ő beleássa magát, és nagyon mélyenben benne van. Ő műsort csinál. A Katival tudok azonosulni, én azért csinálom, mert szeretném jól érezni magam. Én szeretem, amit csinálok, szeretem, akikkel beszélgetek, Tehát szeretem azokat. Szeretsz dumcsizni, és ezért, ezért pontosan, csinálod pontosan, az Nem egészet. kell nekem mindenről annyit tudni, hát ezért kérdezek, hogy tudjak. Hát figyelj, hogyha elolvassak róla mindent, és mindent tudok, akkor minekülök lebeszélgetni. Akkor álságos a dolog. És akkor így viszont sok-sokféle témakörből, mert, mert merem megkérdezni, merem nem tudni a dolgokat, tudod? Azzal, hogy vagy, hogy ugye amit ott a felkomban mondtam, hogy egyre gyakrabban bepakolnak egy kamerát. Te ugye nem voltál tévés, mint sokan. Kicsit, igen, ugye... csak azt te nem tudod. Volt egy A3 tévé, ott voltam, ott volt egy műsorunk, akkor volt még egy tévé, már nem tudom, milyen futottak tévé, ahol volt egy beszélgető műsorom, ablakoztam például még a Peták Pistáikkal, még a legendás magyar televízióban, de de azért is hagytam abban, mert nem az én világom a tévézés, nem az én világom, és erre gyorsan mondok egy példát erre a tévés rádióra, Mácsai Pali volt most az édesapja kapcsán bent a rádióban. Aki ugye festő Mácsai is túlán, és most volt egyem vagy van, van is van, talán van, még van. egy van Állítás. Igen, igen, igen. És bejött a Pali, leült, és látta így a kamerákat, körbenézett, és azt mondta, hogy nem lehet lekapcsolni. Azt mondja, egészen más vagyok, ha megy a kamera. Az nem szeretem, hogy már a rádióból is tévét csinálnak. És én nagyon szerettem volna ezt a beszélgetést, ha fölkerül a klub rádió YouTube csatornájára, de tiszteletben tartottam, hogy ő nem szereti. És abban a pillanatban egy nagy sóhajtás, és más lett a Pali. Képzeld el, hogy, hogy ugyanezt mondta, a Darvas Ferencet hívtam most ott a Karinti Volt egy bemutató, amit ő, ő zongorázik, szokás szerint remekül, mm -hmm. és, és, hívtam, és ő is elkezdte, hogy most az a baj, hogy, hogy, hát most már a rádió és tévé, és mondom, nálam még nem. Tehát miközben itt simán volt a tévében, Igen. és semmi baj baja nem volt készült. vele. akkor máshogy készült. Akkor máshogy készült és mondom, nálam nem, azt mondja, hogy, 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 hogy jó, jó, akkor, akkor, semmi gond, akkor, akkor, akkor izé. De és te máshogy készülsz? Hogyha? Nem, mert nem látom. Annyira pici ez, láttad mekkora az a kamera, annyira pici, hogy nem tűnik föl, meg nem tudok figyelni. Tehát most, hogy így egymással szemben ülünk, és én az a típus vagyok, hogy én nem veszem le a szemedről a szememet, tehát én nem látom, hogy, hogy most itt mi van körülöttünk. Nem figyelek rá. De, hogy igen, és ez látszik is. Tehát, hogy és ezt észreveszem ezeken a rádiós rádiós tévés nem tudom miken, hogy hogy mondjuk ugyanígy fölkonferálja a műsort, hogy ülik, ül veled szembe a műsorvezető, holott ha a kamera, akkor oda mondom. Tehát, hogy vannak, vannak, bizonyos evidencia, de nem, tehát látom, reggeli műsorokban is, de, tehát mintha tényleg ott se lenne a kamera, ami egyrészt jó, másrészt meg, meg mégiscsak a tévézésnek igen, vannak bizonyos igen. szabályai, és ha ezt átszuk, hogy akkor ez most tévé is, akkor, akkor, akkor izé meg talán egy kicsit más, hogy öltöz fel. Öltözik. Na ez igen, fel. ez baj nekem szombat Nem? de... Szombat reggel te bemész. Igen, kicsit sminkelni kell, igen, igen, igen. Van-e valami terv, hogy valami még vagy te ezzel, tulajdonképpen, amit most csinálsz? Én halálomig el vagyok ezzel. halálomig el vagyok vagy... ezzel. Most csináltam egy könyvet egyébként, egy beszélgető könyvet a Keveházi Gáborral, most ment éppen tegnap nyomdába. Azért táncos koreográfus. Igen, én nagyon-nagyon szerettem őt, és véletlenül jött össze ez a Találkozás, és ez a beszélgetőkönyv. Vagy véletlenül? Hát hogyha hogy a csináltam vele interjút, aztán a rádióban csináltam vele interjút, aztán mondta, hogy ezer éves álom, hogy legyen egy könyve. Hát megcsinálom, én, de interjú kötetbe. Tehát nem is interjú, mert más az interjú, beszélgetőkönyv. És ezt az ötletet részben a, a bérces laci csettamás könyvtől loptam, mert akkor nem kell kronológiát tartani. Tehát akkor lehet úgy, hogy mi itt csapongunk, tehát egy beszélgetőkönyvben bármit lehet. És ezt csináltuk meg a Gáborral, februárban lesz a születésnapja, és akkor előtte jön ki, és örült neki ő is, meg én is, gyönyörű képekkel, ah, szép volt. Nem tudom, te biztos emlékszem, mert jártál az operázmisnél, micsoda teste volt, hogy balett. Zorba például. Hát a zorba, ugye? igen, igen, igen. Bizony, meg a Spartacus, tehát van egy-két nagy dolog. Na, egyébként ez a beszélgetés és interjú közti különbség. Én a kommentekben a legtöbb fikázást, Pont ezért kapom, hogy nem tehát nem szabályos interjút csinálok, hanem dumálok, és akkor, hogy belemertem vágni a te, te és hogy nem hagyom szóhoz jutni, és nem tudom mi. Közben szerintem egy beszélgetés nem ilyen. Pontosan. Hogy? Ilyen. hogy időnként te beszél sokat, időnként igen. Meg Jövök, egymás... hogy nem rám kíváncsiak, hanem a igen, ripota, igen. meg ilyenek. de közben hát, hogy egymásra vagyunk kíváncsiak, Fantasztan. és te is meghallgatsz tőlem valamit, Ez nem? Így van. És Ez egymás így van. szavába vágunk, és nem dől össze a világ De hát nem? kommentet meg nem kell olvasni. Unatkozó emberek, akik, akik egyébként képzeld el, múlt héten nem is én, valaki szólt, hogy az egyik klubrádiós kollégánkra azt írta egy kommentben egy nő, hogy mesztelenül küldött neki képeket, és hogy hát ilyen a klubrádió. Szóval, Már hogy, mi az, hogy mesztelenülködött? Hát, meg? hogy ő mesztelenül volt ez a pali, és képeket küldenek a lánynak saját magáról, és hogy nem szégyeli magát. Ja, hogy képeket mesztelen képeket. Mesztelen igen. igen, igen akkor rosszul mondtam. Igen. És akkor gyorsan hívtam a Sugár a rádió vezetőjét, hogy új, én nem is ismerem ezt a fiút, nem találkozom ő senkivel. Ő tartozik a kulturális hát, igen, ő se ismeri, de. mert ő se találkozott még vele. igen, tehát nem futottak még össze, de megnéztem a lánynak például az oldalát, és csak ételfotók vannak rajta, és ez a jellegzetes komment, hogy ezeket hívjuk trolloknak. Tehát akik arra, arra kapják a fizetésüket, hogy mondjuk gyalázzák a klubrádiót valamilyen formában. Na most nyilvánvaló, hogy mi nem azok közé tartozunk, nem, nem, de hát a jó indulatnak, idézőjelben jó indulatnak nincs határa, tehát a, ezek a kommentelők ott ülnek egész nap, és, és bármire képesek. Nem szabad elolvasni, csak azért mondom ilyen hosszadalmasan, ne olvast. Ne olvasd, már a lelkedet. Egyébként képüli. azt szoktam csinálni, hogy a, a saját Facebook oldalamra mindenre reagálok, válaszolok, de ami máshol jön, tehát ami nem a saját, azt van, hogy elolvasom, de ott semmire nem szoktam. Uh -huh, uh -huh. Tehát aki nagyon választ akar tőlem, az a saját Facebook oldalam. Lökje, gyerek, mit csinál? Hát van, gyerek van. Azt mondtad. Igen, hát nem is mondtam. Van a nagy, az vagy 75-ös, akkor az mennyi idős? 48 éves. Magam sem hiszem, mert 20 éves voltam, amikor szültem. Igen, 48 éves a Krisztián. Ő nagyon jó informatikus, rendszertervező mérnök, tehát nagyon sikeres a szakmájában. A Zsófi meg a népszaván kollégád, újságíró, most kezdett ott, mert előtte több helyen dolgozott, meg gyereket szült, ő megújságjelet. Hát hiába próbáltuk lebeszélni, hogy nem biztos, hogy ez a legidálisabb, de hát ugyanúgy a színészek, orvosok, mindenki lebeszéli a gyerekét, hogy az éppen nem jó szakma. Mi is így voltunk az apukájával, de menthetetlen. És akkor van egy halom unoka meg akkor van az Iván lánya, aki ilyen, ilyen nekem is ilyen kicsit nevelt lányom, 16 éves korától ismerem. Ott van három unoka, meg akkor nekünk van négy unoka, így a közös, tehát összesen hét unoka van a családban. Tehát te bőven van velük dolog, meg feladat, meg öröm, meg mindenféle, meg szerelem, minden van. Tehát akkor te folytatod azt a jó szokásodat, hogy jól vagy a bőrödben, és ebből nem enged Ebből nem. Ez, 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 a legfontosabb, hogy az ember jó legyen. Tehát főleg, a kétszer megtapasztalt, hogy milyen nem jó lenni, és tudod, mi az érdekes, hogy mióta beteg voltam, nem bírom a rosszakat hallgatni, se tévébe, se rádióba. Most ha elkezdenél nekem, nem tudom, én nem magadról mondjuk, hogy neked mi van, de hogy a világról rosszakat, akkor, akkor úgy azt mondanám, vagy a, nem tudom, a számomra ismeretlen emberekről, hogy nem mond inkább, nem, nem, szeretném hallani. Tehát eltolom magamtól a rosszat, tudat alatt, nem vagyok rá kíváncsi. Nem olvasom el a rosszat már. Tehát ennyi, ennyi hozadéka volt ennek a betegségnek, hogy csak a jókra vagyok kíváncsi, meg a szépekre. Meg sokat nevessünk, sikerül is, hál' Istennek. Na hát akkor köszönöm, hogy itt voltál meg a pozitív élet Köszönöm szépen a meghívást. És enneknek is köszönöm, ha néztek minket. Kun volt a Botakafé vendége. Viszontlátásra.